Jó estét kívánok, gyors bemutatás, mert nagyon feszes a program. Mellettem Borgula András, a Gólem Színház alapítója, színházi rendező, velem szemben Gréci Zsolt, a DK országgyűlési képviselője, és kettőjük között Kunce Gábor, az SZDSZ volt elnöke. Jó estét, szervusztok! Gyorsan elmondom és megmutatjuk a nap kérdését és a szavazás állását ime. Azt kérdeztük ma önöktől, hogy önök szerint beleszólhat-e az állam az általa is támogatott színházak működésébe. Nem tök egyértelmű egyébként a szavazás állása, hát persze háromnegyedes többség van, aki úgy véli, hogy ez kézi vezérléshez vezetne, de 25% azt gondolja, hogy az államnak felelősséget kell vállalnia. Nem vagyok benne biztos, hogy a kérdés az egyértelműen érthető volt, de azért lehet arról beszélni, hogyha már az állam pénzt ad valamibe, akkor vajon a pénzért cserébe beleszólhat-e a működésbe. Egyébként ma ugye az a nap van, amikor színház csinálók és színház nézők, színházba járók közösen tiltakoznak a magyar színházak függetlenségét szerintük ért támadás ellen. Tüntetés van, petíció van, hamarosan majd kapcsoljuk a helyszínt, de előtte összefoglaltuk önöknek az elmúlt napok, az elmúlt órák fejleményeit. A korábbi elképzelésekkel ellentétben nem szűnik meg a Nemzeti Kulturális Alap. Létrejön viszont a Nemzeti Kulturális Tanács. Változtattak azon is, hogy a színház igazgatóját továbbra is a fenntartó nevezi ki, vagyis kivették a miniszter vétójogát a javaslatból. Erről vita is volt a parlamentben. Mert az egész kultúra szabadságát és függetlenségét készül egy csapásra kinyírni. Fújítottak ugyan a törvényjavaslatom, de az egyeztetés nélküli javaslat szerint önök a jövőben is úgy gondolják, hogy majd a politika fogja meghatározni, hogy ki lehet színházigazgató és kikaphat állami támogatást. Rétvári Bence szerint az önkormányzati színház önkormányzati pénzből, állami színház állami pénzből, a vegyes fenntartású színház mindkét forrásból fog működni. Semmifajta autonómia sérelem nem történik. A kormányzat továbbra is azt mondta, hogy mind a független, mind a közszínházak tekintetében nem csak fenntartja a támogatások mértékét a kultúra és a színházak elődömlőszer területén, hanem növelni fogja a támogatásokat. Nincs csökkenő forrás, többletforrás van. Hamarosan kapcsoljuk a madásteret, a tüntetés helyszínét. 6 órakor kezdődik egyébként a demonstráció, majd megnézik, hogy mi történik ott. De előtte egy gyors érdeklődés, hogy nektek miért fontos a színház? Már hogyha fontos egyáltalán. No. Akinek a munkája a színház, de aki nem ott dolgozik. Hát erre több szakasza volt az életemnek, amikor választ lehet adni. Voltak a klasszikusok, aztán voltak a modernek. Most leginkább a szórakoztató darabok érdekelnek, de rendszeresen járok színházba. De itt nem a színház az érdekes. Engem érdekel, de nem az az érdekes, hanem a kultúra egésze. Ez most az egyik szelete a kultúrának, de hát volt már a másik szelete, egy CEU, volt már az akadémia, most éppen nekilátnak majd a könyvkiadásnak, ahogy hallom a hírekből. Tehát itt a kultúra egészét és azon belül támadják meg a színházakat. Bárpedig az, hogy a kultúra legyen független, legyen szabad és legyen támogatott, mert anélkül a dolog nem megy, az szerintem evidencia. A kormány viszont most azt csinálja, hogy ahogy elnézem őket, hogy a választási idézőjelben vereségek miatt, mert azért több városban vereséget szenvedtek, úgy gondolják, hogy veszélybe kerülhetnek 2022-ben, és ezért most totális ellentámadást indítanak önkormányzat ellen, a kultúra szabadsága ellen, így próbálván bebetonozni magukat 2022-re. Beszéljünk majd erről is, hogy vajon miért, de a kérdés még továbbra is az, hogy miért fontos a színház. Hát nekem a színház az a szabadságom része, az identitásom része, a napi működésem része, tehát én nagyon rendszeresen járok színházba, amennyiben ez egy helyes kifejezés, ha rendszeres is elég lett volna, de tehát több is, mint rendszeres. Tehát nekem tehát kell, mint a levegő, tehát mint a zenehallgatás, mint a mozi, a régi filmek megnézése otthon, tehát nekem általában a kultúra az a mindennapi táplálékom, és éppen ezért pontosan érzékelem, hogy az Orbán kormány mit csinál. Tehát amikor ezt akarja letarolni, akkor egy büntető hadjáratot indít Budapest ellen, és azok ellen a városok ellen, ahol színházak működnek,
és ezzel ellen nyilvánvalóan tiltakozni kell. Hát itt ebben a törvényben egészen gyalázatos dolgok történnek, igazgatói kinevezésektől a gyakorlatilag megzsarolják a TAO pénzekkel és állami pénzekkel a színházakat, hogy döntsd el, hogy eldöntheted, hogy ki legyen a te igazgatód, vagy jól akarsz élni a pénzből. Tehát nagyon sokféle zsarolási helyzet van. Legyen ez is egy szikra ahhoz, amelyik lángra lobbantja azt a tüzet, amivel elmegyünk 22-ig. És András, színház csinálónak miért fontos a színház? Valóban a színház a kultúránk egy olyan alapvető része lassan 3000 éve, ami elidegeníthetetlen az európai embertől. Annyira összművészeti, tehát aki a színházat szereti, az szereti valószínűleg az irodalmat is, hiszen szép irodalmat látunk legtöbbször a színpadon. Szereti a zenét, hiszen zenét hallgatunk. Nekem nagyon nagy szerencsém, hogy tényleg a szerelmem, a hivatásom, az életem a színház, és ezért még pénzt is kapok. Hát nem mondom el, hogy mennyit, mert akkor egy kabaréba fordulna a műsor, de ezt vállaltam, és a Gólem Színház is egyébként államilag támogatott. De nagyon fontos, hogy az állam megértse, hogy a kultúra úgy tud szerves része lenni az életünknek, hogyha nagyon sokszínű, és aki akar, az majd választ, és elmegy, ha akar a nemzetibe, mert számára ez fontos, és hogyha valaki másnak az ő identitásának inkább a Gólem Színház előadásai felelnek meg, akkor hadd mehessen oda. Tehát az állam ne válassza meg az én identitásomat, mert abból sosem sem jöttünk jól. Az erősségünk az, hogy ilyen sokszínűek vagyunk itt Európa közepén. És ezt megérthetni az állam, és még hadd mondjak egy mondatot, hogy nem kellene támogatnia az államnak minket. Sokan föl szokták hánytorgatni, de hát Nyugat-Európában sem, rendben van, de akkor olyan társadalomban éljünk, ahol lehet 10-15 ezer forintot kérni egy színházjegyért, ahogy Párizsban, ahogy Londonban, legyenek olyan fizetések, hogy az emberek ezt meg tudják vásárolni, és az állam hátradőlhet és kiszállhat, mi pedig a közönségünkből és a közösségükből fogunk élni. Mindjárt, de 3+1 ember van itt a stúdióban, akinek fontos a színház. Nézzünk körül a Madástéren, hogy ott hányan gyűltek össze. Kapcsoljuk az esti tüntetés helyszínét, György Gabi van ott, őt szólítom most. Szervusz Gabi. Egy gyors helyzetjelentést, összefoglalót kérek tőled, hogy mi történt eddig, mostanság kezdődik majd az egész. Szervusz Andris, üdvözlöm a Naphíre nézőit. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebben a pillanatban kezdődött el a demonstráció. Ugye 6 óra a hivatalos kezdés, egy kisebb csúszással kezdődött, de azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag megtelt itt a Madástér. Már is megkérem a kollégát, hogy mutassa meg, hogy mit jelent ez pontosan, hogy körülbelül hány fő van itt. Én azt hiszem, hogy biztos, hogy több ezres tömegről beszélünk, akik itt vannak, de nyilván nehéz jósolni. Ugye Európai Uniós zászlót, magyar zászlót látok itt a magasban, illetve Momentum most zászlót. Ugye több felszólaló is lesz ugye a színházi szférának a kiemelkedő alakjai. Mácsai Pál, az Örkény igazgatója, Farkas Franciska színész, Boros Martin kezd egyébként a beszédet, ő a Stereoakt vezetője, Jordán Tamás, Fullajtár Andrea, és az imént sikerült beszélnem Nagy Ervinnel, aki azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy úgy tűnik, hogy ez a törvény javaslat csomag most egy kissé visszavett, tehát nem szűnik meg például a Nemzeti Kulturális Alap, és azt mondja, hogy ez biztosan az összefogásnak köszönhető, amit itt a színházak véghez vittek, azt, hogy hallatták a hangukat, de azt mondta, hogy még így is muszáj, hogy itt legyenek, és muszáj, hogy továbbra is érvényesítsék az akaratukat azzal, hogy itt vannak, és megmutatják, hogy igenis nem értenek egyet azzal az irányal, amit zajlik, hogy gyakorlatilag bármiféle egyeztetés nélkül hoznak különböző törvényeket. Gabi, ha hallasz engem a nagy hangzavarba, szóval színészeket, ismert színészeket soroltál, de politikust nem említettél, láttál-e politikusokat? Megmondom őszintén, hogy eddig én nem láttam politikust, amint említettem neked a Momentumos zászlót, láttam egyedül, de ugye elég szűkös itt a tömeg, még nem sétáltam teljesen körbe, úgyhogy nem találkoztam politikusokkal egyelőre, de az bizonyos, hogy Karácsony Gergely is beszédet fog mondani, hogy ezt azt hiszem, hogy a 7. megszólal az utolsó 8 óra körül, úgyhogy ő biztosan itt lesz. Annyit mondj nekem gyorsan, hogyha ilyet, vagy hogyha erre tudsz válaszolni, hogy a közönségben inkább időseket, vagy inkább fiatalokat láttál?
Tehát a skandálás az... Én azt hiszem, hogy minden korosztály képviselteti magát. Tehát nem lehet azt mondani, hogy fiatalok vagy idősek, mindenféle korosztály itt van. Beszéltem egyébként két idős hölgyel, megkérdeztem, hogy ők miért gondolták, hogy fontos, hogy itt legyenek, és azt mondták, hogy azért, mert egyszerűen nem értenek egyet azzal a gyakorlattal, hogy bármit lenyomnak az emberek torkán. Itt most elsősorban most a színházakról van szó, de azt mondták, hogy ez a tendencia, ez megfigyelhető, és ők ezért gondolták, hogy eljönnek, és ezt nem engedik. Szépen egyelőre annyit kérek tőled, Gabi, hogyha olyasmi történik, amire azt gondolod, hogy fontos lenne, hogy a nézők azonnal lássák, akkor jelezd, és rögtön visszakapcsolunk hozzád. Na, szóval megtelt a madástér, azt mondta a Gabi, miközben hideg van, szemerkél az eső, és nem sokára karácsony, tehát nem egy hálás időpont ez tüntetés szervezésére. Gondoltátok volna-e azt, hogy színházi ügyben, kulturális ügyben gyűlik össze ennyi ember? Ez egy régen nem látott tömeg budapesti utcákon. Ez, szóval, hogyha úgy végig gondoljuk az elmúlt időszakokat, akkor valahogy mindig a szimbólumokhoz tudtak kapcsolódni a tüntetések. Ugye az internet adó kapcsán a tüntetés nem az adó ellen szólt, hanem arról, hogy egyáltalán van nekünk most valamink, ami a miénk, amit használunk, és most ezt akarják tőlünk részlegesen elvenni azzal, hogy megadóztatják. Ugye ugyanilyen volt a CEU tüntetés, vagy az akadémia melletti tüntetés kisebb létszámmal, de ott is a tudományról, az oktatásról volt szó, oktatás ügybe is egyébként megmozdultak, és most ugyan itt meg a kultúra szabadságáról van szó. Szóval szerintem ezekre az ügyekre könnyedén rámozdulnak a tüntetők, és lehet, hogy amikor egy-egy párt bármilyen jó szándékkal próbál valami megmozdulást kavarni, az meg nem megy, mert ha nincsen mögötte valamilyen általánosabb, nagyobb és az emberek számára fontos cél, akkor nem jön össze a tömeg. Ugye televízión keresztüli létszámbecslésben könnyen csinál hülyét magából az ember, de nekem az volt az érzésem, hogy az akadémia előtt nem voltak ennyien, mint amennyit most a képen láttam. Igen, tehát én annak örülnék, ha egyszer, akik elmennek tüntetni a Tudományos Akadémiáért, azok menjenek el a színészekért vagy a színházakért is tüntetni. Amikor a pedagógusokért kellett elmenni tüntetni, akkor legyenek ott az akadémikusok és legyenek ott a színészek is. Tehát mindenki, ha csak saját magáért aggódik, mondjuk a vegyipari dolgozók szakszervezetéért, vagy a pedagógusokért, vagy a tudományos dolgozókért, akkor abból nem fog összeállni az a százezres tömeg, ami nagy dolgokat tudna csinálni. Mindesetre számomra beérett Kövér Lászlónak az a legutóbbi, számomra mélységesen fölháborító nyilatkozata, hogy mégis jobb lett volna a Posga Imre a köztársasági elnök, és nem Göncz Árpád 1990-ben. Hát most a 70-es évek kultúrpolitikája tért vissza, mint ha Posga Imre lenne akkor is a kulturális miniszter. András, a péntek este beszélgettünk az Egyenes Beszédben, és akkor én azt feszegettem, hogy miben reménykedtek. Tehát, hogy 36-72 óra van hátra, és be fogják nyújtani a törvényjavaslatot a parlament elé. Egyrészt felpuhult, másrészt hát 50 ezer aláíró, és... Miért puhult fel? Ha most, mondjuk az NK-t hát... kivették belőle. Hogy mi? Az NK a módosi vagy megszüntetési javaslatot. Ugye a független színházak támogatási tilalmát kivették, vagy nem adnak nekik pénzt. Hát most ez nem pult fel. Most nem szüntették meg az NK-t, jaj, de jó, de szerződést kell kötniük a színházaknak az állammal ahhoz, hogy egyáltalán pénzt kapjanak, és még nem tudjuk, mi van abban. Én nem szeretem, hogy állandóan mindenki arra, hogy az Orbán Viktor milyen megengedő volt a választások éjszakáján Karácsony Gerge. Aznap nem hosszabbította meg Bicskéig, hanem csak egy hónap vagy egy hét múlva. Ne vegyétek már be, hogy ezzel most a tömeg létszáma felére esett esetleg, de semmi ebben, semmi felpúlás. Nincs benne visszalépés. Nincs. És lehet, hogy ezt majd töröljétek ki az adásba, hogyha lesz, de ez a véleményem. De Kunce úr, ez élőben megy. Tényleg? Hát igen, ezt nem mondták. De mi egyébként szeretjük magát. Na bocsánat. Egyetértek Kunce Gáborra. Tehát
Tehát, hogy ha valaki ismervén ezt a kormányt egy pillanatra is azt gondolja, hogy de most hátrébb lépett, akkor nem tudom, hogy hol élt az elmúlt években. Tehát, hogy mi egy ilyen óriás műlesiklásban vagyunk, meg se tud állni a kormány igazából, nem tudom, hogyha akarna már képes lenne. Most csinált, így kikerült azt a zászlót, amit így letűztek a színházasok, és csúszik tovább, szerintem lefele, biztos nagyon sokan vannak, akik ezt máshogy gondolják, de nem. Ha ez valóban komoly szándéka lett volna a kormánynak, akkor mondjuk kiállnak és kijelentik, hogy ez fog történni a színházakkal, nem bele rejtik egy ilyen salátatörvénybe, majd egyszer csak kivesznek mégis vissza egy-egy szót, senkit se tévesszen meg, és annyira borzasztó az, hogy mi ilyen rosszul teljesítünk Magyarországon szolidaritásból. Tehát persze, hogy kimennek az emberek, hiszen azokat a sztárokat látják, akik a színpadon szerepelnek, azokat az embereket, akik néha itt is ülnek. Nagyon fontos lenne, hogyha nem ezek az emberek vannak, hanem csak azok, akik éjszaka beadják az infúziót, meg a gyereknek megpróbálják megtanítani, hogy mennyi kettő, meg kettő, akkor is menjünk. Hát ebben nagyon rosszak vagyunk. Visszalépés, nem visszalépés, egy mondatot szeretnék mutatni a vendégeknek, meg önöknek. A Nap mondata következik Hollik István kormányszóvivőtől, aki azt mondja, azt állítja, hogy egy forinttal sem fog kevesebbet fordítani a kormány a kultúra támogatására, ám az állam nem tud úgy támogatni kulturális intézményt, hogy annak működésébe ne legyen beleszólása. Ez nem megnyugtató? Hát ugye azt mondták itt a... Nagyon nem. Igen. Igen. Itt hát, a... hogy nem, valóban nem lesz kevesebb a pénz, és az elmúlt években sem költ a kevesebbet a kormány kultúrára, csak egy bizonyos kultúrára költ sokkal többet, és a másik oldal pedig igen, láthatóan lényegesen kevesebbet. Azért a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Bálint idejében 10%-os miniszteri keretet engedett, 90%-ot az alap maga osztatott szét. Ezt már felemelték 50%-ra 2010-et követően, és tehát a miniszter maga határozza meg, hogy azt mire költik. Maradt a fele a Nemzeti Kulturális Alapnak, így kell értelmezni azt is, hogy nem lett kevesebb a pénz. És hát még megéljük, hogy Németh Szilárd fog Rómeót játszani, mert ugye majd a kormány bizonyos feltételekkel adja csak a pénzt. Szóval egyszerűen... Képzeljünk el egy helyzetet. Társulati ülés van. Egy adott teátrumban, és arról kell dönteni, hogy az állam meg akarja mondani, hogy ki legyen az igazgató. De cserébe, hogyha nem ő lenne az igazgató, hanem valaki más, akkor nem ennyi pénzt kapnának, hanem ennyit. És ott áll a társulat, amelyiknek az élete, az egzisztenciája, a művészi ambíciói, az második otthona, az a színház, az az öltöző, az a díszletraktár, és így tovább, és így tovább, és most ott állnak, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy hát vagy pénz, vagy én megmondom, hogy ki az igazgató. András? Micsoda hitványság. Igen, azt akarom mondani, hogy én a zsidó színházat igazgatom, és még a jó Isten se szólhat bele abba, hogy mi lesz a műsorunk, és hogyan működik a színház, nem hogy a magyar kormány, pedig hát a kettő között azért talán van egy kis különbség egyelőre. Hát ők a gólem, akik belebeszélnek. A kultúra nem a politikusoké, ugye ez ennek a mostani tüntetésnek az egyik jelmondata, de a kultúra... A sokszor politizál, tehát csak gondoljunk Arany Jánosra, Velszivárdok. Tehát, hogyha a kultúra politizálhat, akkor ott tényleg van egy vörös vonal, hogy a politikus nem kultúrálódhat, értitek? Nem, ha a kultúra politizál, akkor a politikus szavaljon verset. Hát ez szerintem így van egyensúlyban. Uh-huh. Rövid reklám, és utána akár ezzel a témával folytatjuk, mert szerintem egy csomó gondolat van még a vendégekben. Szóval néhány perc, és jövünk vissza. A stúdióban Gréci Zsolt, Kunce Gábor, Borgula András, a képernyők előtt reményem szerint önök. Madástéren meg sok-sok ember, ugye folyik a tüntetés a színházak szabadságáért, a magyar kultúra függetlenségéért. Folytassuk azzal, még azt mondtuk, hogy egy pár percet beszéljünk erről, mielőtt tovább megyünk, hogy szerintetek miért nyitotta ezt a frontot a kormány? Tehát, hogy ez ma a legfontosabb ügyünk Magyarországon, hogy... A színházak támogatási rendszerét át kell alakítani? Nem, de a kormány valamiért azt gondolja, hogy ezekben a színházakban gyűlik össze az az értelmiség, egyébként lehet, hogy helyesen gondolja, aki aztán hatással van azokra az emberekre, akik aztán nem szavaznak a Fideszre, és aztán az az eredménye, ami történt októberben, és ez tűrhetetlen. A Fidesz egyik alapvető célja a hatalom megtartása, ezt nem is én találtam ki, hanem ők mondták,
És ennek egy nagyon logikus lépése, ha belegondolok, ez a kultúrharc, ez nem most kezdődött valóban, igazából 10 évvel ezelőtt, de hogy most teljes gázzal léptek a padlóra, hiszen nagyon kevés időnk van már 2022-ig, ezekben a helyeken ne jöjjenek az emberek, és ne nézzenek olyan dolgokat, amik után megkérdőjelezhetik a bármikori hatalmat. Mert a színház ez, hát így csináltak a görögök is, erről szólt, politizál, persze, hogy azt csinálja. Azt láttam, hogy két ember bólogatott, miközben hallgatott. Igen, nem teljes gázzal léptek a padlóra, mert abból nagy esés lenne, hanem padlógáz. Így szerettem volna, hogyha ez történik, de padlóig nyomták a gázpedált. De egyébként a többit illetően egyetértek. Ez megint egy rendszer egyébként, nem csak a színházak, ugye most már megállapíthatjuk, de az önkormányzatok ellen is frontális támadás indult, az iparűzési adóval, most az építési engedélyek elvonásával, és még nem tudhatjuk, hogy majd mi következik, és a rendszernek pont az a lényege, hogy minden egyes pontot megfogni és megszorítani, vagy igába hajtani, amelyik még veszélyeztetheti a 2022-es választásokat, mert ők nem gondolták, hogy az idei évben az önkormányzati választáson egy ilyen fiaskó, az ő szempontjukból fiaskó történik, és félnek, hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor 2022-ben baj lehet, és a sajtó, a vidéki sajtó után most jönnek a színházak, a kulturális élet, az önkormányzat, nem tudom, ki figyelt fel a hírre, hogy a Magyar Televízió felmondja a szerződést azokkal a vidéki TV stúdiókkal, ahol ellenzéki polgármester. Ugyan ennek a része, úgyhogy szerintem az András jól látja. Ez egy rendszer, a színházak ennek egy szelete, és megy tovább a dolog, és ki tudja, hol áll meg. Én remélem, hogy nem tanulják meg Putyintól, hogy az internetet is lehet korlátozni, mert akkor azt is fog. Én azt a mozzanatot emelném ki, hogy a Fidesz mögül elment az értelmiség. Valamikor volt még az első Orbán kormány idején, amikor még polgári kormányzásról beszéltek, akkor volt ennek valami egyfajta szellemi hátországa, egy ilyen fölöltöztetett valami, amit polgárságról esetleg el lehetett gondolni, én persze akkor se hittem egy szavukat se, de arra föl lehetett valamit építeni. De amikor Orbán egykori minisztere, az akadémia egykori elnöke, Pálinkás József már arról beszél, hogy egy új pártot kellene csinálni, mert ez a Fidesz, ez büdös, tehát itt valami normális, konzervatív értékrendet valló pártot kéne csinálni, hát hol vannak azok a műalkotások, azok a színdarabok, hol vannak azok a regények, hol vannak azok az írók, költők, akik ma a Fidesz úgymond keresztény szabadságot hirdető, vagy euroszkepticizmusát hirdető, vagy migránsgyűlölő szövegeit alátámasztanák alkotásokkal, nincsenek ilyenek, elvesztek. Ezt azt látja Orbán, valóban egyetértve a többiekkel, hogy október 13-án Budapest tényleg bűnös város lett, itt szabadon terjeng a kultúra, itt színházi előadások vannak, műhelyek vannak, akár szobaszínházakból is tud áradni szabad gondolat. Egy-egy jó regényért, vagy egy jó könyvért sorba állnak az emberek, és nem lehet bejutni a könyvesboltba egy dedikálás idején. Hát most úgy gondolta, hogy akkor ennek is megállt kell parancsolni. Csak hogy azt gondolom, hogy ha igazatok van, akkor az a történelem ismeret teljes hiányát mutatná, mert hogy még soha a történelemben nem sikerült, nem tudom én, mozgalmakat, eszméket visszatuszkolni a palackba azzal, hogy a kultúrát megpróbálták keretek közé zárni. Hát, nincs rá példa, hogy sikerült. Szerintem ez történelem ismeretre valamit művelnek, csak a végéig nem jutottak el annak a történelemkönyvnek, amelyiktől veszik a példákat, mert nagyon nehéz megmondani, hogy éppen a Rákosi rendszer működésének bizonyos elemeit használja, vagy a Horthy rendszer működésének bizonyos elemeit használja, csak nem számol azzal, hogy azoknak milyen végig. Egyik sem tartott nagyon sokáig, mondjuk bele is pusztultak mind a kettőbe elég sokan. Hát azért azt a néhány évtizedet nem mondjuk olyan nem soknak. Pont főleg, hogyha a mi életünkre esik az a néhány évtized, de az tényleg nagyon fontos, hogy tudják azok, akik ezeket a törvényeket meghozzák, és a nézők is, hogy bármi is történik, ezt a szellemet nem lehet bezárni a palackot. Tehát mi
ha végre egyszer a színház, a magyar színházi élet szereplői nevében beszéltek, mit folytatni fogjuk a színház csinálást, ha a konyhánkban kell ezt csinálni, akkor a konyhánkban fogjuk ezt csinálni. Ha öten látják, akkor öten látják, ha a nappalinkban akkor mondjuk hatan is elférnek. Ez nem fog megszűnni. Ezek a szellemi központok nem épületekhez kötöttek, hanem emberekhez. És amíg ezek az emberek szabadok, és reméljük valóban Putyin után nem megyünk, amíg mi szabadok vagyunk, addig a szellemünk is szabad lesz, és akárhol leszünk, ha árufeltöltés közben fogok meggyőzni valakit arról, hogy a hatalom bűnös lehet, akkor árufeltöltés közben fogom csinálni. A helyszínen, hogyha jól hallottam, akkor Mácsai Pál kezdett el beszélni. Ha gondoljátok, és ezt most a kollégáknak mondom, akkor oda kapcsolhatunk, hogy hallgassunk bele, hogy miről beszél Mácsai, ha ez működik. Ha nem, akkor megyünk tovább. Ahol ott van. Lesz a paprika koszorú. De ha nem fűzzük madzagra őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, de mégse koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkodik, és ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem a helyes irányban haladjanak. Nagy igazságoknak jöhet a nyomára. Még azért felolvasok 5 sort egy szerzőtől, aki képes volt rá, hogy gondolatait összetartsa. Így ír. A kultúra lényege, akár szellemi alkotásról, akár a társadalmak politikai együttéléséről van szó, soha nem valamilyen ideológiai program végrehajtása. Különösen az európai kultúrának hatalmas értéke az, hogy évszázadok óta kialakította a szakmai munka végzőinek az öntudatos csoportjait, akik a maguk művészetének fogásait és szakmájuk függetlenségét féltékenyen őrzik minden hatalmi behatással és parancssal szemben. Az a gondolat, hogy a munka, a szellemi alkotás, a tudomány, a bíráskodás, az általános és felső oktatás mind nem más, mint éles fegyver ilyen vagy amolyan érdekharcban, valójában mindig az emberi tudás és kultúra hagyományát, annak alapszerkezetét rombolja szét. Mibó István 1956. október végén. Szavesszük a szót, akkor Mibó idézett. Számítotok-e arra, ugye, ha jól tudom, akkor holnap éjszaka lesz ennek a törvénynek a parlamenti... Késő este kezdődik, aztán valamikor valahogy... Ez is jellemző egyébként, hogy... Mert hogy ez kijelöli a téma fontosságát, hogy mikorra tűzi napirendre az országgyűlés? Ugye úgy vannak elé téve mindenféle egyéb tárgyalandók, hogy ilyenkor már akik este tévét néznek, meg gyereket fürdetnek... Hát egyrészt nincs közönség, másrészt pillennek. Gondolom, hogy a képviselők közül is nagyon kevesen vannak már ilyenkor. Azt nem tudom, hányan lesznek, de nyilván ilyenkor már... akik egész nap dolgoztak, elfáradtak, családot neveltek, egyebek, azok nem biztos, hogy este még rámennek az internetre, hogy megnézzék, hogy mit beszélnek ott ezek a képviselők a nemzeti kulturális alapról, vagy a magyar kultúra szabadságáról. A stílusban maradjak a 12. Mi persze ott leszünk. Igen. Bocsánat, az van, hogy szavazzuk meg, hogy bűnös, nagyon éhes vagyok, menjünk enni. Mert már nagyon éhesek az esküvők. A falu jegyzője. Akkor ehhez képest már álkérdés a kérdésem, hogy számít-e arra bármelyikötök, hogy még érdemben, ugye Kunce Gábor azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy bármiben felpuhult volna ez a törvényjavaslat, de hogy érdemi változás lesz még a szerdai végszavazásig.
látják ezeket a felvételeket, meghallgatták Mácsai beszédét, látták, hogy hányan vannak ki. 50 ezer ember aláírta a petíciót, számít-e? Tehát nem tud lenni változás, benyújtott dokumentum van, arról most már, tehát másikat már idő sincsen benyújtani. Vissza lehet vonni? Hát azt lehetne, de az nyilván azért nyújtották be az utolsó pillanatban némi módosítása. A szerdán ül utoljára össze a parlament idén, legközelebb februárban. Tehát nyilván azért sietnek most ezzel ennyire, hogy ez január 1-től, vagy a kihirdetéstől, vagy a parlamenti elfogadástól azonnal jogerőssé váljon. Hogy aztán a színházi szakma mit csinál, és csatlakoznak-e pedagógusok, orvosok, egyebek, és azt mondják, hogy nekem az se véletlen, egyébként hozzáteszem, hogy ezt mondjuk nem márciusban nyújtják be, amikor hosszan és sokat lehetne tüntetni, hanem december közepén, amikor 2 fokban állnak kinn az emberek az esőben. De ugye visszavonhatná a kormány, nyilván nem fogja, mert ők ilyet nem szoktak, bár egyszer előfordult épp az internetadó kapcsán. Leszavazhatnák a képviselők, bár ők ilyet nem szoktak, mert mindegyikük ki van szolgáltatva Orbán Viktornak személyesen. Ugye hát, a fideszes képviselők, ők, ugye ott válogatta őket felcsúton a kertbe, úgyhogy ők ilyet nem mernek megcsinálni. És a harmadik eset lehetne, és ez mondjuk egy kényelmes megoldás lenne, ha elhalasztják a végszavazást mondjuk februárra, amikor meg majd nem veszik elő a törvényt. Ezt csak akkor csinálják meg, ha utána már nem akarják elővenni, mert ugye most jön a karácsony, meg az új év, gondolják, hogy ezt elfelejtik majd januárig, és akkor inkább fogadjuk el. Viszont ha meg azt csinálják vele, azt csinálnák, vagy azt terveznék kinyugba, mint a közigazgatási bíróságokkal, hogy a végén azt mondták, hogy na jó, felejtsük el, és nem léptetik hatályba, akkor elhalasztják. Igen, csak ott volt egy komoly uniós tiltakozás is. A magyar színházak ügyében még senki nem emelt szót a magyarokon kívül. Hát talán a színészek, a prágai nemzeti közönség, már csatlakozott. Meg majd hamar meg fog jönni, és ez egy kényelmes megoldás, most elhalasztjuk a szavazást, aztán meg már nem térünk rá vissza. Én ezt javasolnám nekik, mert a másik két esetben ők szégyelnék magukat. Én büszke lennék egy kormányfő nevében, ha megértem a szabad színházak szavát, és visszavonom a törvényt. Csak egy ügyrendi megjegyzést, látom, hogy Zsolt szólni akar, és ő is fogja folytatni, de 2 perc 20 másodpercünk maradt, ne kezdjünk már új témába, mert méltatlan lenne bármilyásról beszélni. Figyelj. Csak azt akartam mondani, hogy ez is azt jelzi, hogy senki el ne higgye Orbán Viktor egyetlen szavát sem. Tehát akkor azt mondja a parlamentben rezzenéstelen arccal, hogy tudomásul vesszük, és sok sikert kívánunk az újonnan megválasztott polgármestereknek, és ő együtt fog működni mindenkivel, minden mondat a hazugság, semmi más célja nincs. Szerintetek Orbán Viktor ezzel foglalkozik? Tehát egyszerűen annyi ügy van az országban, hogy ezekkel mind nem tud foglalkozni személyesen. Stadionépítés, meg kisvasút, meg nem tudom, tehát mindenről azt mondjuk, hogy Orbán Viktor döntötte el. Ő rendeli ezt meg is, a színházi törvényt, a színházak finanszírozását. A kormány nyújtotta be a törvényjavaslatot, a kormány döntött, annak a feje Orbán Viktor, és én inkább arra tippelek, amit Zsolt mondott, hogy ő rendelte meg ráadásul, és része annak a rendrakásnak. Bocsánat, átadtuk másfél percet Karácsony Gergelynek? Mert hogy most kezdett beszélni a főpolgármester, hallgassuk, amíg tehetjük a műsor végéig. Sokan vagytok itt most, és valójában a viccet félretéve, nagyon nem örülök annak, hogy most nekem is itt kell lennem. Itt kell lennem egy színpadon, és újra beszélnem kell arról, hogy kik veszélyeztetik a szabadságunkat. És azért sem örülök annak, hogy ma újra színpadra kell állnom, mert én azt gondolom, hogy a színpad, ahogy a kultúra, az nem a politikusoké, hanem a művészeké és a közönségé. Ahogy az akadémia sem a politikusoké, hanem a kutatóké. Ahogy az iskola sem a politikusoké, hanem a tanároké és a diákoké. Most éppen úgy hozta a sor, hogy ma éppen a művészet szabadságért kell kiállnunk. De ki fogunk állni azokért is, akiket majd legközelebb vesznek célpontba. Mindig ki fogunk állni a szabadságukban korlátozott embereké, a művészekért, a hajléktalanokért, a pedagógusokért, az orvosokért, mindenkiért.
Amikor ma a színházak szabadságát védjük, akkor a város szabadságát védjük. Ez a mi jogos önvédelmünk. Tudjátok, amikor 10 évvel ezelőtt a most éppen tönkretett előadószatű művészeti törvényt készítették elé, akkor erre 2 évet szántak. 2 év vitája előzte meg a törvény elfogadását. Ami 10 évvel ezelőtt még 2 év volt, az most 2 nap. Muszáj elköszönni, az a helyzet szerintem folytatás bő 10 perc múlva a híradóban. Ez volt a mai adásmenet, hát ebből körülbelül ennyit használtuk. De a vendégek nem változtak. Szerintem nem. Gréci Zsolt, Kunce Gábor és Borgula András. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek meg a figyelmet. Minden jót, viszontlátásra.